Mit hoztunk a srácoknak? Elhoztunk egy kuprát, ami valójában egy 2003-as Top Sport. Az átalakítások, egyéb módosítások már nálam kerültek be. Kezdjük szerintem az elején, hogy alapból milyen motor, milyen Mifán terem. Alapból ez egy ARL PD 1.9, egyik legmegbízhatóbbnak mondják. Igen, azt én is úgy hallottam. Igen, mondjuk nálam egy már lefüstölt, úgyhogy igen. Hát becsöpögött a PDL-em. Az jó. Aztán kuka lett, leolvadt a dugattyú, úgyhogy... Ez de kire. Igazából túléltük. Egy hetes leállás volt, aztán utána még a lehullás előtt kapott egy úgymond hibrid turbót. Megbíztam, ez volt a kezdete az egésznek. Aha. Hát az úgy sikerült, hogy egy hétig bírta, utána kiköpött mindent a kipufogon. Igen. Az egy, hát tengelyt, lapátot, minden kipufogon. Ott jöttek ki így a darabok. Igen, hát ez egy nyitott 60-as rendszer, úgyhogy nem volt akadálya. Az mondjuk úgy király lehetett. Nem tudtam, hogy mit csinálok. Én konkrétan azt hittem, hogy a váltó, de gyakorlatilag de nem a váltó volt. Hát igen, utána került fel a 2060. Hát féltem tőle elején, hogy nem úgy fog megindulni az autó, de városban mindenhol egészen jó használható vele. Uh-huh. De nem egészen egy hete Soma jó voltából kaptunk rá egy 2260 VZK-t. Most az van tesztelés alatt. Az autó az már másfél éve van nálam. Közben megkapta a tengelyenkénti Elride-ot. Ez egy lovfabrikos rendszer. Én már egy kész autóból raktam át. Mondhatjuk úgy, hogy a kocsi ékessége? Elride? Hát igen, igazából. Az egyik. Az egyik. A másik az szerintem, ami ritkább, egy 324-es fékszett Brembo. Igen, ez elég szép. Teljesen gyári ez is, az 1.8T 224 lovas változatból. Éppen, hogy elfér. Ez egy... Felnit mindig kérdezik, hogy milyen felni ez. Hát igazából ez egy alfa felni. Ez egy alfa túra felni, 18-as. Most hogy mondod, tényleg így már oké, de amúgy én sem mondtam volna meg, hogy honnan nem. Nem, hát ritka darab, főleg hál' Istennek szálltam, még nem láttam ilyet. És eléggé meg szokták nézni és kérdezni. Ez alapból hány ló? A gyári motorja? Alapból 150 lovas. 150. És hány kiló a kocsi? 1300 kiló körül van, ha jól tudom. Nem nézegettem. Igazából a motor és a futómű tuning után ugye hát már a beltére is rámentem, megkapta a kuprának a sötét kártyát, ugye ebben ilyen világos szürkeszerű van. Komplett oszloptakarókkal, tetőkárpit, minden, ez teljesen kuprából van. Uh-huh. Félbőr gyári üléseket kidobtuk belőle, megkapta a Golf 4 nagy dekárókat. Nézem a ugrákat. Hát igazából... Ez mi ez itt? Kipufogó hőmérséklet jelző, EGT szenzor igazából. Aha. Hát ez a 2260-hoz nagyon is kell, szeretnek elrobbanni. Igen, ja, azért. Inkább motort robbantani, pontosabban leolvasztani. De és akkor komplett motorcsere lett? Vagy komplett motorcsere, aha. Fűzött blokk. Hát muszáj volt, mert most egy olvad dugattyút, nem állok neki. Igen. Hát nem olyan drága hobbi, meg sport már így. Ezekhez az alkatrész mind annó pár évvel ezelőtt volt, akkor még azért elég húzós áron mentek a PDL-emek is. Tényleg mennyibe megy egy motor ebbe, ez az ára? Hát figyelj, 68-al környéken. Na volt, ez tényleg nem egy izé. Vannak megbízható kereskedők, akik beépítési garanciával vállalják. Igen, ja így elvitted és jól kicserélték? Vagy... Nem, odaadták, csak ugye az, hogy működni is fog. Ja, szóval, aha, szóval beépítési garancia, megy, jön, teszi a dolgát, be lett indítva. Nem kletje, nem forralja a vizet, nem hengerfejes, mert ugye nem lett hengerfejezve. Aha. Mondjuk vétek volt, de szoros volt a határidő, hiszen munkába járós autó. Sokan nem nézik ki belőle. Hm. És így tényleg most, hogy ezt így mondod, hogy munkába is használod, meg hát így a napi használat nyilván, így az Elride, ez mennyire kényelmes jó, meg hát hogy kényelmes, figyelj nekem. Hát sokan félnek tőle. Hát előtte Highlander futóműben volt. Hogy őszinte legyek, nem sokban tér el tőle. Nem mondanám azt, hogy élvezhetetlen. Hát nem egy fapad hármas golf ültetéssel, amiből kiesik az ember. Hát így nem érzed igazából a különbséget. Hát, vagy hát így... Ja. Szerintem valamit valamiért amúgy is.
Szeretem sportosan használni, meg szeretem alacsonyan az autót, csak az utak miatt nem tehető mögé minden. Jobban megbízom benne, de ideig ő sem hagyott cserben. Nem volt még vele problémám. Fölemeled aztán le, hogy úgy mi a különbség? Gondolom teljesen fölemelve szoktál vele menni. Hát igazából, hál' Istennek van egy ilyen szép funkciója. Így szoktad használni? Hát körülbelül ez a magasság az, amire azt tudom mondani, hogy nem ér le mindenhol. Hát még hát igen, mert ez se egy hú de magas. Még egy picivel megy feljebb, csak ugye a tartály az csak 11 literes, hiszen a pótkerék helyén van az egész téma belesűrítve. Uh-huh. De használható. Azt megmutatod? Vagy az hogy oldottatok meg? Vagy hát csak úgy ilyen... Az a baj, hogy most úgy annyira teli van a csomagtartom, hogy nem tudom. Jaj, nem tudom, jó, akkor... tudom megmutatni. Ja. De egy falapra szerelve vannak a szelepek, tartály, kompresszor, és onnan van minden elcsövezve. Ott van a vezérlő, úgy központosan szépen elintézve. A rendszer az ilyenből áll össze. Aha. De és teljesen, ja, teljesen elférhet a pótkeréknek. Az jó amúgy. Hát a tartály az nem valami nagy, de minden olyan dolog benne van, ami kényelmessé teszi. Sokan elfelejtik a visszacsapó szelepeket, meg az ilyen vízleválasztó, ilyeneket, amitől instabilabb lesz. A gátlót sem mindegy, hogy ki csinálja igazából, attól is függ az egész, hogy mennyire kemény vagy mennyire nem. Igen, azt nem tudom mennyire figyelted, volt meg egy Chrysler, az is elrájdos volt, és ott is ezt a vízleválasztót mondta a srác, hogy ez fontos. Életmentő. Télen, most a mi felénk voltak ezek a nagyobb fagyok, mínusz 12, mínusz 15, elég jól viselkedett. Egyszer-kétszer makacskodott, amikor hajszárítóznom kellett, mert kint állt az autó. Ugye hát addig nem is fényeztettem körbe, ugye utólag már fényezve lett körbe az autó is. Aha. Én úgy vettem, hogy kupla lökösökkel, de viszont sérültem. Lökhárítók megnyomva, nem durván, de karcok benne. Hát repedések a lökhárítókon. Koptató nélkül, ugye ez teljesen gyári kupla. Koptató, kupla féke, kupla belső. Hát így azért mutatósabb. Természetesen. Hát sokan meglepődnek rajta, mert jó, tényleg van egy különös megjelenése, hiszen ritkán lát az ember kuplát, mondjuk most már egyre gyakrabbak. Igen, egyébként, igen. Nekem is feltűnt, tehát amikor vásároltam, nem volt ennyi, sőt, nem is tudtam mi a különbség, a sima, a Top Sport, FR, Cupra. Ja. Nem egy le az ára, aztán egyre többen. Egyre többen, meg egyre többen rakják rá a sima adagolósokra, régi fajtákra, vagy benzinesre, Toledo-ra, Cupra lökhárító, mindenfélével faragnak össze-vissza. Hát igazából, mivel tényleg napi használatban munkába járok nem közel, ezért a gyári 1.8T-t azt nem tartottam volna túl gazdaságosnak. Aha. Így dízelből csináltam egy kuplát végül is. És így mennyit teszik neked? Hát... Mit lesz? 6-7 liter környéke, ha 6-7. Normálisan megyek, ha nem, hát akkor... Akkor nyilván, hát akkor... Persze. Körül, hát most etetni kell, ez hülyeség, hogy mindenki eljár levegővel. Meg 4 liter. Több téréim volt, volt 3-as golfom is, volt egy matkék 4-es golfom, L32 dizájnos igazából, abban is L-ride volt, de hát az is ugye meg volt faragva, és hát azért ja, az akkor, 4 liter. Te akkor nagyon így az L-ride fele húzol. Az volt az első autó, ami L-ride-os volt, de azt már készen vettem Tatabányáról. Tatabányai jó ismerősömé volt. Az a golf, az volt az első, ami elrájdos volt, és onnantól kezdve azt mondtam, hogy hát ez igazából tetszik is, mert óckodtam előtte tőle, hát mint mindenki mindentől, a nagy turbótól is óckodnak általában, nem uh-huh. Tud megindulni, nem lesz jó, falagni kell, de hát igazából, ha a normális ember csinálja az egész dolgot, akkor akár az jó is lehet. Motortér, az nem tudom, az milyen? Teljesen gyári. Az kopt, tehát ezt így nem... Aha. Azt mondta nekem a biztos úr, két héttel ezelőtt megállított, hogy hál' Istennek ebben semmi kivetnivaló nincs. Ezt majd mondta. Mondjam meg, hogy mi az, ami kivetnivaló van. Hát mondtam neki, hogy az egyedüli tuningom a KNDM-es matica. Csak kiröhögött. Mert ő állítása szerint a 22 éves autókon
ilyen csövek vannak, meg ilyen kokány turbó. Hát aztán nézegettem. Akkor jó fej volt igazából, nem? Teljesen jó fej volt. Hát most látta, hogy a futómű nekem be van írva. Ja, be is van írva neked az E-Ride? Az E-Ride nem, az állítható futómű van beírva, de... De hát akkor hál' Istennek, amikor látják, már nem fognak belekötni. Persze. És ezt, de ezt mikor írattad be, vagy ez hogy? Hát ezt amikor vettem az autót, akkor került beiratásra. Elég hosszú procedúra volt, mert általában egy-két nap alatt megvan a papír az autón, én egy hónapot vártam rá. Sőt, Gevindével le volt úgy csavarva az autó, hogy a fékpadra felszorult. Az jó. Letolni róla. Aha, az jó. És utána mondták, hogy hát akkor fel kellene csavarnom. De és ez hogy zajlott nálad? Szóval megkaptad, hogy vitted be, hogy akkor most ezt hát be akarod? Hát ez igazából... Mert erre mindig mindenki kíváncsi. Hát igen, francia forgalom is volt, úgyhogy ekte nehéz volt rajta kiigazodni, mert Győrben azt mondták a KPM-nél, hogy nincs rajta műszaki, Pesten azt mondták, hogy van még rajta műszaki, én is azt láttam rajta, hogy van, de nem akarták honosítani, de viszont Pesten nem kaptam volna meg a beírást. Csak annyit, hogy van róla tűvpapírom. Aha. Magyarul akkor átment volna vizsgán, de következőleg megbukott volna, mert a futómű nem lett volna hivatalos. Aha. Nem nagyon értettem az összefüggést, de végül is Győrbe kiállították róla a papírt, és amikor elment műszakira, mert ott ugye műszakiztatni akarták, ugye felszorult fékpadra, de már ki volt állítva a papír, hogy sportfutóművel szerelve. De az milyen papír, vagy tűvpapírt, azt mutattál nekik, és akkor úgy, volt vagy volt hozzá, igen, a Gevindéhez egy tűvpapírom. Német, vagy magyar? Német. Hát ez egy német Highlander típusú igen, futómű, úgyhogy igazából ez csak német volt, nem is fordítottam le semmi, hanem elvittük Győrbe, ott kiállították róla a papírt, de mivel megbukott műszakin, de viszont már a lap megvolt róla, a vizsgalap. És azzal mentél el? Nem, azzal ugye felvittük Pestre, onnantól meg már megkapta a beírást. És ott meg honosították, mert ott meg rájöttek, hogy ezt lehet honosítani. De akkor elvileg, tehát ne, akkor ha jól értem, nem is kellett lefordítani nem. Magyarra. Nem. Mert én mindenkitől ezt hallom, le kell fordítani magyarra. Nem kell, mert hogyha a külföldi okmányban szerepel a futómű, akkor azt ugye nekik muszáj beírniuk, mert a külföldi okmányt ők nem fogják fordítani. De ja, mert már szerepelt akkor már benne, szerepel és akkor, benne, akkor ez volt. Úgyhogy igazából innentől kezdve. És ez így mennyivel drágította meg az egészet? Ez, hogy így belett iratva? Hát őszintén megmondva, most, ahogy szokták behozni az autókat, hasonló ezeket a 150 lovasokat, hallom innen-onnan, 260, 280 körül van a papírozása. Hát nekem 265 bát meg, úgyhogy volt egy bukott műszakim meg, hogy Pestre kellett hozni. Úgyhogy igazából olcsón megosztam akkor ezek szerint. Lehet, hogy azért mert 2003-as és nem 4-es, 5-ös. Igen, az lehet, de mindegy, de akkor ez így király amúgy. Ja. Próbálkoztam rajta, hogy a szállt jelet lekapom, aztán hát a Volkswagen, de hát ugye ennél a típusnál még nem játszik. Kipufogó? Csak egy nyitott 60-as rendszer igazából véggel. Szóval se dob, se semmi. Hál' Istennek a turbó előnye, mert a VB, ami gyárilag rajta van, nagyon sikítós turbó, nagyon hangos. Azt nagyon hamar észreveszik, hogy nyitott rendszer. Aha. Ezekkel a nagy turbókkal hál' Istennek nincs akkora hangja. És így most ugye padolva nem volt, de így kb. Nem tudom, tudsz valamit satszolni? Figyelj, ez nyilván... őszintén megmondom, most a Somának az L2-jéből származik ez a turbó. Most, hogy ott is, hogy mennyi volt, mert ott is 270-280 körül satszolták, de ugye ott volt tengely. Ugye ő is ezzel a gyári ALM-mel hajtotta, de ugye neki volt tengelye. Hát nem tudom megsatszolni, hogy körülbelül mennyi, 2,5 báron megyek vele. Azért az nem kevés. Hát annyival mentem 20-60-nal is. Igazából még szoftver módosítva se lett, úgyhogy majd még mindnem kell, mert aha. Minden esetre a DS performance a legjobb. Jó, hát figyelj. Hát gyakorlatilag a végére értem az autónak. Innentől kezdve igazából csak apró csinosítások vannak. Aha, tehát így nincs ilyen nagyobb terv. Hát nem, mert nagy vonalakban megkapta az üléseket, a kárpitot, de pedálsort is végül is, ezt a fém pedálsort, körbe, kupra, minden fényezve volt, nem tudom. Hát apró módosítások, tényleg. Ez tök jó. Ami olyan csinosítgatások meg, amik előjönnek. Eladni semmiképpen nem tervezem. Hát aki is, már sajnos mindig azt kérdezi, mikor fogom eladni, ez körülbelül 6 éve van pályafutásom autókkal, de ez már a 8. körülbelül. Aha. Szóval váltok. És majd egyszer. De konszertben voltam mindig. 3-as Golf, 4-es Golf, B5-ös Passat, 5.5,
Mi a terv majd ezután, ha? Hát... Vagy ez még egyáltalán nem? Az egy például annyira nem tetszik, de viszont a legújabb az igen, de még az árban húzósabb. Aha. De viszont, hogy őszinte legyek, azért egy jó hatós golfot is elfogadnék, egy hetes golfot. Az nekem is nekem ez a forma tetszik, szóval ezekből ez a... Kis hetsik. Ez igen. Szóval ez tényleg az, hogy kényelmes, hogy az ajtó és a csomagtartó egyben nyílik az ablakkal, és azért lehet bátran pakolni. Igen, hát erre rájöttek a gyártók is, mert most már nagyon sok szedán is úgy nyílik. Igen. Egyszerűen ez tényleg nagyon jó előnye az egész autónak, hogy vittem már vele hegesztőt, kipufogócsövet, már mindent telipakoltam. Akkor nagyon munkás tényleg. Persze, ahhoz képest nehéz megtartani ezt a formáját. Nemrégiben pár hete a pályán is ki volt valami dobva, körbehúztam mind a két baloldali felnimet. Hál' Istennek ki lehetett javítani, de teljesen újonnan vásároltam a felniket, és egy kicsit szíven ütött, de az a baj, hogy egy ismerősöm is megmondta, hogy vagy vitrin és garázs, ha építesz autót, vagy számolni kell következményekkel. Ja. Kavics felverődés, repett szélvédő, minden. Neki nyitják a Tesco parkolóba. Persze, a éves persze. Az, ha a középre állsz, ugye akkor a szokásos balhé. Akkor meg csak de az nem is. Tudja, hogy persze. Mennyi szívfájdalom van benne, vagy mennyi munkája van az embernek abban. Szépen azt illeszkedik így. Pedig még matek se volt benne. Aranyos. Ez így full. Szerintem... Nem tudom, Isten is így akarta. Ebbe lett tervezve. Jó, hát figyelj, akkor majd menjünk ki. Érezni, hogy ez úgy tol. Hát a nyomaték meg a lóerő. Igen. Jó, ott nem is ezt érzed, hanem az, hogy megy. Hát fél kíváncsi vagyok, hogy ez hogy mint. Hát nem lett túl ráprogramozva igazából, úgyhogy én nem tudom. Én majdnem, hogy valami gyengébbnek tartom, mint a 60-nal volt, de... Majd itt valahol fordul meg, még lesz egy pár kiálló. De igazából, aki mellettem ült, és ült előtte is, a hátulők azt mondták, hogy ez fönn nem fogja. Csak ugye ez a 400 méteres távot kell betartanom, mert azért a hatodik padlón... Itt meg tudsz fordulni. Kap annyi kaját, hogy oda kell figyelnem az EGT-re. És megy, mint a fele. Szóval így, valahogy így más. Hát nem tudom. Azért mondom, hogy én nem tudom. Ez ilyen érdekes. Hát ugye sokba számít az, hogy mondjuk ez a Leon ez egy kicsit burkoltabb, meg szolidabb. Tesómnak volt egy 3-as kombia, nekem volt egy B5-ös passzatom egy szedán. Az enyém jobban meg volt húzva, de az övében mégis jobban éreztem, hogy megy. Majdnem, hogy esküszöm, szarul éreztem magam mindig. De nem. Mert elpicsáztam vele, csak tényleg abba beültem, tudod, ez a keménység, a pattogás, a hang, a... Szóval minden. Teljesen az. Igen, hát a fapad. Igazából. Ott mindent éreztél. Hát a passzat az ellavíroztál, nem érezted úgy. Szóval ezek között is körülbelül ennyi a különbség. Érezni, hogy húz, meg megy is, hát nem tudom, annyira úgy nem nézegettem.
Hát igen, azért fog a fény. Igen. Hát meg szolid a futómű is, mert szerintem azért nem. Igen. Nem, azért teljesen tök full komfortos. Zsolti, gyakorlatilag ezt... Zsolti, gyakorlatilag ez szöggyári.